Jó estét kívánok! Önök a Fehérvár Televízió Esti Mérnek című műsorát látják. Újra megdobban a Velencei tó, hiszen a hétvégén rendezik a második ütős fesztivált a Velencei tó partján. És a programokról, illetve hogy miért is ütős ez a fesztivál, Németh Zoltán sajtófőnökkel beszélgetek. Szervusz! Szia, Dia, köszöntöm kedves nézőket! Ütős fesztivál. Miért is ütős? Hát roppant egyszerű, ugye az ütős fesztivál maga az ütős hangszerek fesztiválja. Ebben a mi voltában kerül megrendezésre a második alkalommal. Tavaly szeptemberben volt az első a Velence Korzon, most pedig ugye július utolsó hétvégéje lesz az időpont, a helyszín pedig az Agárdi Szabastrand. És hát ütős hangszerek, főszerepbe kerülnek az ütős hangszerek, főleg azok fognak szólni, illetve főleg olyan együttesek jönnek, akik a zenéjében a meghatározó dallamot azért az ütős hangszerek adják, valamilyen ütős hangszer. Miért egyedi ez a fesztivál? Hát roppant egyszerű, Magyarországon jelen pillanatban a mi tudomásunk szerint nincsen ütős hangszerekre specializálódott, talán ez a legjobb szó, fesztivál. Voltak kezdeményezések, voltak, amelyek nagyon-nagyon szép kort megéltek, de ilyen-olyan okokból ezek valahogy megszűntek, abban maradtak. Egy nagyon komoly ilyen ütőhangszeres fesztivál volt egyébként Győrben, de ha jól tudom, éppen 2 éve volt az utolsó, és azóta ott sem rendeznek már. És hát ilyen szempontból abszolút egyedi. Az ütőhangszerek egy picit valahogy minden zenekarban úgy tudjuk, hogy vannak, ott vannak, egy picit ugye háttérben vannak, mert mindenki azért, aki mondjuk a rockzenét szereti, azért általában a basszusgitárosba szerelmes, a lányok közül nem feltétlenül mindig a dobosba, és valahogy így az ütőhangszerek egy picit a háttérben vannak, de hát ez a fesztivál tökéletesen jó arra, hogy megmutassa, hogy miért is elképzelhetetlen egy jó zene ütőhangszer nélkül. Tehát gyakorlatilag, amikor elképzeltétek azt, hogy szeretnétek egy fesztivált kiépíteni, úgymond, megnéztétek, felmértétek a terepet, és úgy gondoltátok, hogy azért ütős, mert hogy ilyen még nincs, vagy esetleg a szervezők közül, mondjuk rajongotok az ütős hangszerekért. Hát roppant egyszerű, ugye ez a Kongatak nevű Konga együttessel, amelyet a Velencei tó környékén is Fehérváron is azért igen ismert és elismert, velük közösen kezdtük el még tavaly szervezni. Igazából egy baráti beszélgetésből alakult ki az egész. Nyilván ők zenélnek, kongáznak, én forgattam nekik klipet is, csináltam nekik. Tehát összejött egy olyan társaság, amelyben egy beszélgetés során, egy közös projekt során valahogy felvetődött, hogy miért ne lehetne ennek a zenének egy fesztivált csinálni. Az egész innen indult ki tavaly. Tavaly megrendeztük az elsőt, amelyet mindig azt mondom, hogy nulladik, mert körülbelül nulla fesztivál szervezési tapasztalattal csináltuk, tehát senkinek fogalma nem volt. Az összes kapcsolódási pontunk annyi volt egy fesztiválhoz, mindannyian jártunk már vendégként. De szervezni semmit. Én mindig inkább a tavalyit a nulladiknak hívom, mert az egy abszolút tanuló év volt, annak szerencsére jól sikerült, és hát az idei már a második, nálam az első. Milyen programokkal készültetek tavaly, és miben lesz más az idei? Alapvetően nagyon nem változtattunk, mert úgy éreztük, hogy amit tavaly kitaláltunk, az valahogy bejött. Tetszett a vendégeinknek, nagyon sokan jöttek el. Ugye tavaly a Velence Korzon volt, és idén van egy helyszín változás. Ennek egyrészt van egy kis praktikussági oka, de másrészt, ahogy a nevében is szerepel a rendezvénynek, ez a Velencei Tavi Ütős Fesztivál. Tehát nem szeretnénk, hogy ez leragadjon egy településen. Egy ilyen Velencei tó környéki vándorfesztiválnak találtuk ki ezt a dolgot. Tavaly Velencén, idén Agárda. Ebben van változás a helyszínben. Nyilván a fellépőkben is, mert vannak visszatérő együtteseink, 3 olyan együttesünk lesz, aki ott volt tavaly is, és idén is eljön, de nyilván szeretnénk újat is mutatni, olyan együtteseket, egy picit másabb aspektusból is bemutatni az ütőhangszereket. Tavaly kimondott olyan együttesek voltak, akik ütőhangszereken játszanak. Idén is vannak ilyen együttesek, de vannak olyan együttesek, egy picit hangsúlyosabban, akik olyan szintű világzenét játszanak, amelyben meghatározó az ütőhangszer, de nem csak az szerepel. Idén egy picit azt akarjuk bemutatni, hogy hogyan hangzik egymás mellett egy ütőhangszer, és mondjuk egy más, bármilyen más hangszer, amikor mondjuk mind a kettő kimondottan hangsúlyos az adott zenében. Hogyan hangzanak ők, milyen hangzást adnak. Világzenét játszanak, vagy világzenészek? Világzenészek és világzenét is játszanak a fellépőink. Ugye hát az idei tavaly csak magyar fellépőink voltak, az idén már egy együttesnek köszönhetően nemzetközivé bővült a paletta. A Tribali érkezik hozzánk Máltáról, akik éppen ma este, amikor ezt látják a kedves nézőink, már vadul hangolnak az A38 hajón, ahol egy televízió felvételes koncertet adnak, és itt maradnak Magyarországon, és szombaton nálunk fognak zenélni, ők lesznek a fő fellépőink. Hihetetlen rajongó táboruk van, és valami elképesztő jó zenét játszanak. Tehát ők, ugye Málta valahol félúton ott Európa-Afrika között van, nyilván minden létező európai és afrikai hatás benne van a zenéjükben, de egy nagyon nyitott társaság, ők nagyon szeretnek kísérletezni, és valami elképesztően jó táncolható dolgokat hoznak ki különböző hatásokkal a zenéjükből. Úgymond kinőtte magát a rendezvény? Tehát azért került mondjuk át egy nagyobb területre is? Mert olyan sokan voltak esetleg a nulladik évben?
Pont az a furcsa, hogy nem, sőt, inkább egy szűkítettük egy kicsit a területet, mert tavaly az volt a benyomásunk a Velence Korzón, ami egy nagyon-nagyon jó helyszín volt, és szeretnénk majd később visszatérni is oda, de túlságosan széthúzódott, hát ez egy viszonylag nagyobb partszakasz. És egy kicsit nagyon szétszórtan voltak a programok, mert azért nem csak itt koncertekről van szó, hanem rengeteg kísérő programról is, és egy kicsit úgy szétterült az egész, és nem volt meg az összekötő kapocsa az egyes helyszínek között, ezért is gondoltunk arra, hogy most egy kicsit összébb húzott területen dolgozunk, mert sokkal jobbnak éreztük, és sokkal családiasabbnak, és valahogy így is képzeljük ezt a fesztivált, hogy azért egy kicsit családias legyen. Tehát akik kimondottan a fesztiválra jönnek, azok ne vesszenek el a strand egyik vagy éppen a másik végében, hanem találkozzanak valahol egy központi helyen. Tehát akkor annak is próbáltok segíteni, aki csak napozni indul, így és van. Mondjuk mellette így szeretne egy kis zenét hallgatni, de az is, aki mondjuk kimondottan a fesztiválra jön. Így van, hiszen ez egy ingyenes fesztivál, azt azért mondjuk el, mert ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni. Konkrétan remélem elbírja a műsor, de minket lehülyeztek, hogy ingyenes fesztivált csinálunk. Azért itt Magyarországon jelen pillanatban úgy látom, hogy a fesztivál piac azért eléggé elüzletiesedett. Tehát egyrészt sok olyan rendezvény visel fesztivál nevet, ami nem az, és a maradék az meg nagyon rámegy a bevételre. Nyilván az is cél, hogy egy külföldön elismert zenészt elhúznak a közönségnek, de azért azt tudni kell, hogy nyilván ezek profitorientált vállalkozások alapvetően. És emiatt mi ezt nem így képzeljük el, mi hiszünk abban, hogy ez a fesztivál ezt fent tudja tartani magát úgy is, hogy nem szedünk belépőt, mert az a nem mindenki, mi élvezzük, szeretjük csinálni, úgyhogy ezért is lett ingyenes végül. Miből tudjátok finanszírozni esetleg a külföldi fellépőket? Mert talán a hazaiakkal még talán az örömzenélés még működhet, de mondjuk egy külföldi vagy egy külföldi zenekar esetében már nem annyira. Természetesen. Hát szerencsére tavaly az olyan jól sikerült, hogy viszonylag nagy hírverést kapott a fesztivál, és sikerült támogatókat is, tehát szponzorokat, cégeket szerezni, akik a fesztivál mellé álltak és látnak benne fantáziát. Illetve hát pályázatokon mi is sikerült hozzányernünk olyan tőkét, amivel biztonsággal meg tudtuk meg tudjuk rendezni idén is. Tényleg az örömzenélésről szólna? Alapvetően igen. Ezt mutatja az is, hogy lemennek a koncertek nagyjából olyan este 11-12-kor péntek szombaton, és utána az együttesek vállalták azt, hogy ők ott maradnak. Tehát lesznek különböző kis klikek, kialakulnak, és gyakorlatilag egy ilyen kis dzsemelés lesz még ott éjszaka. Lehet együtt zenélni a fellépő zenekarakkal. Tehát a Tribali, ő el volt ájulva ettől, azt mondta, hogy nem nagyon találkoznak ilyet, és ők nagyon boldogan benne vannak például abban, hogy lejönnek majd a színpadról 11-kor, isznak egy üdítőt a srácok, vagy esetleg valami más, mégiscsak egy fesztiválon vagyunk, esetleg egy sör lecsúszik, és akkor utána egy nagy tábortűz a parton, és akkor még egy kis örömzenélés ott belefér bőven. Kezdjük akkor a színpadi produkciókat. Pénteken mikor indul az őrület? Alapvetően 2 órakor kezdünk majd egy kis ráhangoló zenéléssel, Porkoláb Imrével, aztán szépen sorban jönnek majd a különböző fellépők, egy kis elektronikus zenét is becsempésztünk mindjárt péntek délután, a Budai Krisztián jön egy nagyon érdekes szettel, ami az elektronikus zene és az ütőhangszerek találkozása külön erre a fesztiválra készül vele. Aztán a koncertek sora pénteken az 15 óra 30 perckor a G-Bass-szel indul, akik egy nagyon jó kis jazzes zenét játszanak. 17 óra 30 perckor jönnek a kuruldobosok, ők kimondottan régi magyar ütőhangszeres zenét játszanak. Tavaly óriási sikerük volt, ott voltak nálunk a tavalyi esztendőben is. Nagyon nagy közönségkedvencek voltak, úgyhogy nem is volt számunkra kérdés, hogy egyrészt a magyar zene miatt, másrészt azért, mert nagyon szereti őket a közönség, hogy idén is meghívjuk őket, és örömmel jöttek, mert nagyon jól érezték magukat tavaly. Aztán 19 óra 30 perckor a Messecinka lép fel, ő egy kis balkáni vonalat hoz majd be a pénteki napba. Nagyon sok bolgár és más balkáni népzenéjéből merít ihletet a Messecinka, és egy kicsit ilyen elvarázsolt, varázslatos zenét játszanak. Aztán 20 óra 40 perckor, hát ütőhangszer, kipróbáljuk, nem kimondottan ütőhangszer, de annyira bepasszol és annyira tetszett nekünk, hogy lesz egy kis beatbox, a szájdobolás magyarul. Egy szájdobos vendégünk, aki ami elképesztő, tehát hogy én sok mindent csináltam a számmal, ettem, ittam vele, de hogy így valaki így tudjon vele beatboxolni, az valami félelmetes, és ez tökéletes felvezetése lesz a pénteki fő műsorszámnak, ami hát a házigazda Kongatag fellépése lesz. Hát önnáluk mindig teltházas bulik vannak a velenceitől környékén, most sem lesz ez másként. Ők zárják majd a pénteket este 10 órakor, és hát a koncert után, 11 óra után még egy kis dzsemelések itt-ott a parton előfordulnak majd a Szabastrandon, a Gárdon. Szombat, vasárnap, vagy kiemelt nap csak a péntek? Nem. Péntek, szombat, ami kimondottan a koncertekről szól. Én azt mondom egyébként, hogy majd a szombat este lesz az egy nagyon erős koncertnap lesz. Vasárnap is leszünk, akkor már főleg a gyerekeknek.
Tehát napközben különböző mesejátékok, és ez már szombatra is igaz, mert bocsánat, kicsit puskázok, mert annyi kísérő programunk van, hogy muszáj nekem is leesnem. Ugye szombaton majd 8:30-kor kis jógával kezdjük a napot, hogy mindenki kellemesen ellazuljon az előző esti buli után és a ráváró és megismétlődő buli előtt. Aztán 10 órakor Gubás Gabi jön majd hozzánk, népszerű színésznő, fellép egy érdekes biomesével érkezik, ami egyrészt egy nagyon szórakoztató és vidám mese, rengeteget lehet kacagni, már láttam, és egy kis környezet tudatosságra is neveli így finoman rejtve a gyerekeket. Tehát nyilván a délelőtt az főleg a gyerekprogramokról fog szólni. 11 óra 30 perckor különböző tánctanítások indulnak, lesz afrotánctanításunk, egy kiváló afrikai táncos nő, Mariam Koulibaly fog eljönni hozzánk, és ő tanít különböző afrikai táncokat az arra fogékonyaknak. 14 óra 30 perckor majd tahiti tánc tanítás lesz a nagy színpadon, az is egy nagyon érdekes programnak ígérkezik, és akkor szépen lassan elindul majd a délutáni esti program, ami nagyon erős lesz szerintem. 15 óra 45 perckor a henger lép fel, még Szabadi Andrea és zenész társai alkotják, Szabadi Andrea az egyik, ha nem a legjobb szerintem, a saját műfajában hangdrummal játszik, ez egy viszonylag fiatal ütőhangszer, de valami zseniális hangja van, tehát fantasztikus hangokat tudnak kicsalni belőle, ez egy nagyszerű koncert lesz. Aztán lesz időközben egy haka és rögbi bajnokságunk is, hogy a sportról sem maradjunk le, ennek lesz az eredményhirdetése, és akkor utána indul majd az igazán nagy buli, 6 órakor a Davai lép fel, akik gyakorlatilag olyan sokszínű zenét játszanak, annyi önálló, saját egyéniség van a zenekarban, és mindenki hoz bele egy picit a saját ízléséből, hogy valami egészen félelmetes keverék alakul ki, de valami nagyon-nagyon jó táncos zenét játszanak ők. Ők valóban egy nagyon komoly és ütős banda, most jött ki, vagy jön ki ősszel új lemezük, és már annak a hanganyagát fogják elhozni. Aztán 20 órakor egy nagyon nagy kedvenc, tavaly szintén ott voltak a fesztiválon, az Ataru Taiko Dobszínház lép fel nálunk. Kimondottan a távol-keleti és azon belül a japán dob művészei, és valami iszonyatos show műsorral lépnek fel. Tavaly is volt tűz, víz, különböző koreográfiák, tehát egy rettenetesen látványos. A tűz az nagyon fontos elem az ő show műsoraikban, ebből fakadóan nagyon látványos is, amit mutatnak, és hát elképesztő milyen hangokat tudnak kicsalni a különböző méretű dobokból, és milyen iszonyatos jó bulit csinálnak. És hát az Ator után majd 22 órakor jön a máltai Tribali, akiről az előbb beszéltem, ők fejezik be majd a szombati napot, illetve hát majd megint is különböző jemes összerendülések jönnek, ott majd már tudom, hogy most van lebeszélve, nem akarom lőni a poén, de két együttes már összebeszélt, hogy ők majd közösen jamálnak, tehát ott ilyen kis abszolút szabad zenéléssel zárul megint majd a nap. És öröm zenélésről. Mégiscsak egy kétnapos fesztivál, háromnapos fesztiválról van szó. Az ottavási lehetőséget hogyan tudják megoldani a fesztiválra érkezők? Hát megmondom őszintén, nagyon kellemesen csalódtunk. Sikerült letárgyalnunk ott a környéken jó néhány szállás helyen, hogy tartsanak fenn nekünk helyeket, viszont elfogyott minden. Volt olyan, a Tribali az egy nagyon-nagyon népszerű együttes Magyarországon, Karcagról konkrétan éppen 2 héttel ezelőtt keresett meg egy hölgy, hogy ők 20-an jönnek Karcagról az ütős fesztiválra, és hogy szállást tudjak szerezni, tehát úgy kapásból 6 vagy 7 szoba az így el is röppent. Úgyhogy ebben, akikkel kapcsolatban állunk, ott már minden szállás helyet lefoglaltak. Nyilván próbálunk segíteni, ha valaki megkeres minket a Facebookon, vagy akár a weboldalunkon, az ütősfest.hu-n keresztül, de ami nekünk rendelkezésre, az gyakorlatilag minden elfogyott most. Zoltán, köszönjük szépen. Tehát köszönjük. Újra megdobban a Velencei tó, mellette pedig a, illetve vele együtt pedig az ütős fesztivál immár a második. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, további szép estét, viszontlátásra!